Gyuri, magabiztos győzelmet arattunk a kupában. Hogy tetszett a csapat mai játéka? Hát gördülékeny volt azért az osztálykülönbség, az látszott egyénileg is csapatjátékban is, nyilván erősebbek, gyorsabbak voltunk, sok lehetőséget dolgoztunk, viszonylag jó iramba ment a labda is. Ami fontos volt, hogy az ellenfél nagyon kulturáltan, nagyon szervezetten játszott, abszolút rendben volt ilyen szempontból ez a mérkőzés. Mennyire voltál elégedett a cserékkel, akik beszálltak fél időbe, illetve azokkal a játékosokkal, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak? Hát itt most egy jó alkalom volt, hogy többet tudjanak pályára lépni legalább egy fél időt. Szerintem jól szálltak be, maradt ugyanaz a ritmus a második fél időben is, mint ami az elsőben volt. Az ellenfél tér felén tudtuk tartani a labdát, nyilván lehetett volna még több gólt is lőni, de én azt gondolom, hogy nem lehetünk elégedetlenek, ez egy kulturált jó játék volt. Mi a terv a következő hétre, a válogatott szünetre? Én azt gondolom, hogy a mi esetünkben inkább egy feltöltődésnek kell jönni a következő héten, és nem egy plusz munkának. Én azt hiszem, hogy a regeneráció az pont ugyanolyan fontos, mint a meló, és most abban a periódusban vagyunk, hogy egy kicsit tudunk lendületet venni a következő etapra.